Lukács Renivel a csapatunk, hogy fogalmazok ma a szőrével, jól mondom, vagy mi a helyes kifejezés, hiszen már minden használunk. Fizioterapeuta, masszőr, gyúró, sok mindent mondanak, a lényeg nem is ez, Reni. Azért is kértelek téged, hogy beszélgessünk egy kicsit, mert te a mindennapokban állandóan együtt élsz a fiúkkal, erről már egyszer korábban beszéltünk, talán még a rezdüléseiket is ismered. És ugye azért általában visszapillantással kezdjük ezt a beszélgetést, és itt van mögöttünk ez a Falco meccs, ami itt Körmenden nagyon nagy örömet okozott mindenkinek, gondolom az öltözőben is az volt. De előtte esetleg te érezted-e már az öltözőben a meccs előtt, hogy itt egy kicsit más lesz most, hála Istennek, mert az előző két meccsen nem sikerült úgy játszani, hogy szerettük volna. Benne voltál a levegőben, hogy csak a pályán jött ki ez a fiúkból? Nem csak a pályán. Én azt gondolom, hogy mindenkinek óriási dolog az, hogy a Falcót legyőzzük, és nagyon készültünk erre, az öltözőben nagyon lehetett ezt érezni. Mindenki csendben volt, ez feltűnt. Szerintem készültünk rá, mindenképpen nyernünk kellett. Egyrészt azért, mert a Falco ellen játszottunk, másrészt pedig azért, mert ugye előtte voltak vereségeink. És én úgy éreztem a fiúkon, hogy nyerni fogunk, és mondtam is nekik, hogy ma biztos, hogy fogunk nyerni, vagy biztos, hogy nyerni fogunk. Így is lett, úgyhogy nagyon boldogok voltunk. Szerintem erre a találkozóra mindenki különlegesen készül, hiszen nekünk ez szerintem az egyik legfontosabb mérkőzésünk a szezonban, és elmondtuk a légiósainknak is, mert nyilván a magyarok ezt jobban tudják, hogy mit is jelent nálunk egy körben Falco. És hogy majd, én mondtam nekik, hogy majd meg fogják ezt látni, mert teljesen más lesz a hangulat is, és óriási élmény volt egyébként. A lényeg, hogy nyertünk. Mondták utána, hogy igazad volt? Igen, nagyon poénos dolog, de ezt el kell meséljem, hogy az Oroszi Bence két órában a mérkőzésre megérkezett, és volt a lábán egy óriási pók. És mondtuk, hogy erre most rá ne lépjetek, mert biztos, hogy győzni fogunk, ez azért van, és tényleg bejött. Szóval mondtuk, hogy én mondtam is, hogy a pók fejére rakok egy koronát, úgyhogy, de Bence megmentett a pókot, kirakta az ablakon, hiszen ő eléri, mert olyan magas. Úgyhogy ez nagyon jól jött ki, tényleg. Mondom, szerintem tudtuk, valahogy én tényleg éreztem, meg én bízom, mindig bízom a csapatban, tehát én mindig úgy készülök a meccsre, hogy semmi más nem elfogadható, mint csak a vereség. A győzelem, bocsánat. Sportemberként nem gondolod más az ember. Semmi más, nem elfogadható, csak a győzelem. Így van, még ha néha be is csúszik egy-egy vereség, mert néha becsúszik egy-egy vereség, ez természetes mindenkinek. Mint ahogy láttuk, hogy most a Falconak is pedig tényleg egy nagyon szép sorozat után voltak. Hát mi állítottuk meg őket, most viszont megint, ahogy szoktuk mondani, előre kell nézni, mert szerdán megint két meccsünk van, de ráadásul most nem egy helyen, mint a múlt héten, hanem két helyen. Egy picit az Alpokadriáról is beszéljünk, mert sokan voltak, akik nagyon féltették a fiúkat attól, hogy oké, hogy erősebb ellenfél ellen játszanak, de hát elég komoly vereségeket szenvedtek el idegenben. Volt, amikor te is ott tudtál lenni, volt, amikor nem, ugye nem tudsz te se két helyen egyszerre lenni, de te hogy láttad a srácokon, hogy inkább többet adott nekik, mint esetleg azok a vereségek, amit ellenkező irányba nyomnak alatba? Te hogy érzed ezt, hogy érdemes volt? Szerintem érdemes volt mindenképp, mert ezt egyébként a fiúk is mondják, hogy sokat tanulnak, nyilván erősebb ellenfél ellen mindig valahogy jobb játszani, szerintem egy gyengébb csapatot most 30-40, ez főleg régen szerintem biztosan megtapasztalták azt is, hogy valahol 60-nal nyertek, az nem annyira jó szerintem. Most itt hétvégén nagyon ügyesek voltak, hiszen egyébként az U20-as csapatról beszélünk, mert a fiatalok játszanak az Alpokadriában is, és most ők is 28-al verték azt hiszem a Falcót, úgyhogy ugyanúgy, mint olyan csapat, ők is győzni tudtak. Nagyon fontos volt ez is nekünk egyébként, mert Benni nagyon mindenképp nyerni szeretett volna, nyilván mindenki. És ugyanígy készíti fel őket egyébként az Alpokadria meccsekre. Teljesen mindegy, hogy most éppen milyen csapattal állunk fel. Az ellenfélt azt ugyanúgy tiszteljük. És hát győzni próbálunk, ez többé-kevésbé sikerült. Egyszer itthon nyertünk, ami szerintem egy nagyon nagy dolog volt. Annak nagyon, és azután a meccs után mindenki azt mondta, hogy ezért érdemes igazából ezt csinálni. Hát most két helyen nem tudok ott lenni, tehát én utazom ugye a csapattal Kijevbe, viszont akik itthon maradnak, őnekik nagyon fogok szurkolni, meg szerintem mindenki. Egy időben fogunk játszani, ez mondjuk nem a legjobb dolog, de máshogy nem sikerül sajnos ezt megoldanunk, hiszen így is rengeteg meccsünk van. Úgyhogy mindenképpen ez az Alpokadria sorozat, szerintem a fiatalok fejlődését biztos, hogy szolgálja.
örülök neki, hogyha te is így látod, hiszen tényleg együtt élsz a csapattal. És akkor még egy picit azért Kijevről beszéljünk, mert ugye Matthias Zollner azt mondta, amikor az első meccset nem nyertük meg a Ventspils ellen, akkor mondta, hogy hát még van 5 meccsünk arra, hogy 3-at megnyerjünk, mert ugye annyi kéne a továbbjutáshoz. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy egyet idegenből hozni kell. Na most előzetesen sokan voltak, akik azt mondták, hogy na Kijevben ezt meg lehet szerezni, ezt az idegenbeli győzelmet, ők meg aztán nyertek Hollandiába, tehát elég érdekes a helyzet. Nyilván nem kosárlabda szakemberként kérdezlek, meg elmondtad, hogy mindig a győzelem lebeg az ember szeme előtt, de te mit vársz ettől a meccstől, hogy megyünk ennek neki? Szerintem megfelelő önbizalommal, hiszen nyertünk ugye szombaton, így hát nem vereségekkel megyünk idegenbe. Szerintem ez egy pluszt adott nekünk most, hogy így tudtunk győzni, főleg egy ilyen meccsen. Győzelmet várok mindenképpen. Szerintem a fiúk most az öltözőbe is megint egy kicsit kezd visszatérni az a jó hangulat, ami az előtt egyébként mindig jellemző volt, tehát a kémia az mindig működött. Mindig akkor derül ki, hogy milyen egy igazi csapat, hogyha jönnek a vereségek, és én ezt mondtam is a fiúknak, hogy szerintem ez most ki fog derülni. Kikaptunk sajnos többször, és utána volt most ez a győzelmünk, úgyhogy most szeretnénk ezt folytatni, és győzni szeretnénk.